Azonnali kézbesítés. Egy szép napon jó barátja látogatta meg Nasreddin Hodzsát. Segítségét kérte. Hodzsa, egy távoli városban van én nekem egy rég nem látott nénikém. Szeretném őt felköszönteni születésnapja alkalmából. Kedves gondolat, mondta a Hodzsa, de hát mégis hogy tudnék én a te utadban segíteni? Félreértesz, hát nem akarok én odautazni, csak egy kedves levelet szeretnék küldeni neki. Annak megírásába kérem a segítségedet, én magam ugyanis nem tudok írni. Hát, hallgass ide, sajnálom. Most biztosan nem tudom megengedni magamnak, hogy a te nénikéthez utazzak. Válaszolta a Hodzsa gondterhelten. De Hodzsa, én csak a levél megírására kértelek, miért akarsz te az én nénikémhez elutazni? Hát né, az az igazság, barátom, hogy magam is alig tudok írni. Ezért kéne hát elvinnem azt a levelet, mert hogy pontosan szóról-szóra mi áll benne, azt én a te nénikédnek bizony csak elmondani tudnám.